Alexa. A kötni jó első videó leckéje lesz, amiben azt szeretném megmutatni, hogyan tudunk felszedni szemeket két tűvel. Általában úgy látom, hogy mindig egy tűvel szedik, én kettővel szoktam, ezt használom. Bőven hagyjunk fonalat a végéből, mert erre mennek majd a szemek, amiket felszedünk. Két tűt kezünkbe veszünk, egymás mellé rakunk, lehet egyenes tű, lehet ilyen. Itt az enyém körkötő tű, én ezeket szoktam meg. Na most, hogyan tesszük ezt a kezünkre? Mutatom, ezt majd meg kell próbálni követni a fonalat. Ráteszem a kis ujjamra, csavarok egyet, nagy ujjam, mutató ujjam, le. Még egyszer megmutatom. Félreteszek mindent, hogy jól látszódjon, hogy most mit mutatok végül is. Itt van a fonal vége, ebből hagyunk bőven, minél vastagabb a fonalunk, annál többet hagyunk. Nyilván annál többet igényelnek a szemek. Kezemet kis ujjamra, tekerek egyet, nagy ujjam, mutató ujjam, ide le, a két ujjammal fogom, lazán fogom. Nem kell szorítani, hogy elzsibbadjon a kezünk, másik kezembe veszem a két kötőtűt. Hátra tűzöm, előre, jobbra, le, lehúztam. És kaptunk két szemet. A következő szemek már egyesével fognak jönni, az első szokott kettő lenni, de megmutatom még egyszer, hogy csináltam az első kettőt. Kis ujjam, nagy ujjam, mutató ujjam, le, hátul beszúrom a két tűt, előre, jobbra, balra, le. És akkor most már rajta van, most már csak a nagy ujjamhoz szúrom, mutató ujjam, vissza, le. És három szemet látok. Jobbra, balra, le. Jobbra, balra, le. Megpróbálom nagyon lassan. Jobbra, balra, le. A szemek ilyen, látjuk, ilyen lazán járnak, ez jó. Azért szeretem két tűre szedni, mert akkor egyforma magas szemeket kapunk, lazák, majd mikor kihúzzuk az egyik tűt, akkor könnyű vele dolgozni. Az első minta, amit mutatni fogok, 22 szemet igényel, ezért felveszek 30 szemet, 31-et, nem 30-30-at. Most van 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 20. Mutatok egy trükköt, ezt szoktam használni, amikor úgy látom, hogy húha, kevés cérnát hagytam magamnak, akkor megfordítom ezt a két fonalat, és akkor ebből fog több fogyni, ebből lesz kevesebb, ugyanis ez fogja képezni a szemeket, ez pedig csak az alját. Majd az utolsó szem előtt vissza fogom tenni. Csináltam egy ilyen csavarást, megcseréltem, ide jött. És szép lassan szedem tovább, hogy lássátok. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, és már 30 szem kell, és itt van ez a fonal, amit ide kölcsön vettem, visszateszem. 28, 29, 30. És kaptunk 30 egyenletesen felszedett szemet. Ilyenkor az egyik kötőtűt kihúzzuk, és köthetjük az első sort. Az első sorunk lehet a fordítottja, a visszáján kötünk egy fordított sort. És általában ezt az egy sort nem számoljuk majd a munka menetében sornak. Ez lesz az alapja. Az elsőt leveszem simán, majd a
Az elkövetkező sorokban az első szemet simán le fogjuk emelni, ez a szél szem, de az első sorban simán leveszem, és kötök egy fordítottat, egy fordított sort, fordított szemekkel. Egy, kettő, három. Mivel sokan másképp kötik a fordított szemeket, én így szoktam meg, szerintem sokkal egyszerűbb, mint a másik módszer, ezért lassan megpróbálom, hogy követni tudjátok. Nincs szükség ahhoz, hogy tekerjünk még az ujjunkkal valamennyit, vagy csak így beszúrom a tűt, és alatta kihúzom. Beszúrom, kihúzom. Beszúrom, kihúzom. Ez amúgy nagyon gyorsan megy, csak meg kell szokni. Most igyekszem lassan dolgozni, hogy látszoljon, mit csinálunk. Elő. Mikor fordított a kötőnk, akkor mindig elő dolgozunk. Elő. Elő van a dolgozófonalunk a szemek előtt van. Előről szúrjuk be a szembe a kötőtűt. Leemeljük és áthúzzuk. 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 Ha fordított sort kötök, akkor az utolsó szél szemet mindig simán kötöm le. Ez érvényes, hogyha sima sort kötök, akkor az utolsó szélszemet fordítottan emelem le. És ezen a színén sima szemeket kapunk. Visszáján fordított szemeket kapunk. A szélszemet mindig leemeljük, viszont hogyha sima kötéssel kötünk, akkor az oldala mindig kunkorodik. Ha megelőzzük ezt a kunkorodást, akkor az első szemet leemeljük, simán, majd legközelebb, kötünk egy fordítottat. És akkor jöhet a sima. A sima szemeket sokan úgy láttam, hogy így kötik, így van nekik a sima, és hogy előről veszik, hátra. Nem tudom, én ezt a módszert szoktam használni. Nálam a fordított volt mindig elő, a sima mindig hátul. A fonal, a dolgozó fonal a szemek mögött, és így hátra szúrjuk be a tűt. Nagyon praktikus, nagyon gyorsan lehet ezt a sima kötést kötni. Amit még nem mutattam meg, hogy teszem az ujjamra a dolgozó fonalat. Ugyanúgy a kis ujjamra, vissza, mutató ujjamra, vissza, és ez ilyen lazán nem tekerek így az ujjamra, hogy majd elszorítja az ujjamat, meg elállna a vérkeringés, megkékül, megfeheredik, hanem ilyen lazán kis ujjamra, mutató ujjamra, és ez valamennyire fent tartja a kezem, de mégis engedi mozogni. Így, és akkor ezzel tartom. Nem szorítjuk, nem olyan nehéz ez a kötőtő, hogy annyira tartanunk el erőfeszítéssel. Jó, kötünk tovább simán. Hátra beszúrjuk, áthúzzuk. Beszúrjuk, áthúzzuk. Lassan mutatom. Beszorom, áthúzom, beszorom, áthúzom. Jön az magától, nem kell nagyon szorítani. És már a sor vége felé járok. Említettem a trükköt. Az utolsó előtti szemet lekötöm fordítottan, és az azt következőt simán. És akkor lesz majd itt egy ilyen barázdánk, egy ilyen kis oszlopunk, ami nem hagyja majd kunkorodni a két szélét befele vagy kívülre. És kötünk még egy fordított sort, csak azért, hogy látszódjon majd, hogy mit is csináltam a szélén, hogy ne kunkorodjon. Az első most már sima lesz, többi mint fordított. Adják magukat a szemek, fordítottan, meg van fordulva hozzánk, azért fordított. Így elő van a fonal is, elő dobjuk be a kötőtőt is, és áthúzzuk, simán áthúzzuk. Fordítottam, bocsánat.
nyom, és mi közeledünk a sor végéhez, fordított, és az utolsó előtti sima. Sima, fordított. Megfordítjuk a munkát. Már lassan meglátjuk, hogy mit csináltunk. Az első szem sima, de viszont a szél szem is leemeljük. A következő fordított, és jönnek a sima szemek. Fordított. Sima. Már majdnem látszik, hogy itt van egy ilyen kis, nem annyira még nem látszik, majd ha magasabb lesz a munka, jobban fog látszani, minden estre látjuk, hogy hogy néz ki a sima kötés, egyszerűen ilyen kis fenyő mintás, ilyen fordítós kis hullámokat kapunk a visszáján. Még egy sort kötök, és akkor kezdhetjük a mintát. Fordított az első, ugye? De nem kötjük le, csak leemeljük. Azután jön a sima szem. És fordított. Fordítottan kötjük. Az egész sort visszafele. És sima, fordítottan megkötjük az előző sor szélszemét. Jó, megmutattam, hogy tudunk felszedni két kötőtűvel szemeket, hogyan kötünk simán, hogyan kötünk fordította. A munkán, a munkadarabon, mint a darabon, munkadarabon nem is látszik ez az egy pici sor fordított. Fordított, visszajel viszont látszik, hogy van egy ilyen sima szemünk itt az oldalán, de ezt olyan szépen el tudjuk dolgozni, mikor összehorgoljuk, vagy összevarjuk a munkát, viszont a színén, ahol simát kötünk, fel sem tűnik, hogy van egy ilyen kis oszlopunk, bemélyedésünk a szélén, viszont nem hagyja majd kunkorodni a darabot. Jó, most szeretnék mutatni egy mintát, hogyan tudunk kötni tulipántot. Most már haladóknak ajánlom ezt, mondjuk kezdők is megpróbálhatják. Az oldalon van egy kép, alatta a sémarajz, vagy leszámolható rajzi elmagyarázatta, én meg megkötöm ezt a mintadarabot, a mintaegységet. Amint mondtam, a mintaegység 22 szemből áll, én felszedtem 30-at, ez azt jelenti, hogy van 8 szemem, akkor a 8-at ketté osztom, az 4, akkor a 4 szemet valahogy fel kell osztanom, az első lesz a szélszem, akkor marad 3, marad a fordított, 2, 3, 4. Na, most jön a mintaegység. A mintaegység szerint kötünk 1, 2, 3, 4, 5 fordítottat. Na, stoppen va. Tehát a nádavér összekép, aztán